És megérkezett a várva várt pillanat, hogy érkezett hozzánk egy profi, aki végre meg fogja mutatni, hogy ezekkel a motorokkal hogy is kell igazából menni. Itt most a te feladatod az lenne, hogy a te nagy motoros múltadra támaszkodva adj nekünk egy olyan képet ezekről a motorokról, hogy egyáltalán hol helyezkednek el ezek szerinted az általad ismert, használt motorok között, és hogy egyáltalán, ha vannak tapasztalataid ezek közül a régebbi modellekben, akkor mik ezek a újdonságok, amik neked újdonságként fognak hatni, és ugye ráadásul van itt ez a crossgép is, amivel mi nem is mentünk, aminek ugye a váza is új, meg tényleg jobban át van dolgozva, mint az eddigi modellek. Kíváncsiak leszünk, hogy neked milyen lesz. Szóval én is borzalmasan kíváncsi vagyok rá, mert elég régóta ugye crossok, de most a crossban, mivel én nekem valahogy nem feküdtek az előző váz geometriás cross motorok, egy endurót keményítettem be crossra, és úgyis egy 500-as enduróval mentem a cross bajnokságba, de most ez is az öreg fiú, hát most már 40 év alatt csak kiöregettem így mindenből, és ez az egyik kedvenc pályán, ez tényleg nagyon nehéz is, nagyon nehéz rajta igazán gyorsan menni, az ugratók eléggé olyanok, hogy el kell találni borzalmasan az íveket. Hát én kíváncsi vagyok rajta menni, hogy milyen érzés ezekkel az újakkal. Akkor jól értem, hogy igazából neked az endurós vázgeometria az, ami jobban bejön, vagy az endurós motor karakter? Nekem a karakter is jobban tetszik, mert nem kell annyira pörgetni, emiatt ugye majdnem, hogy ilyen hang nélkül lehet haladni, inkább az íveknek a megválasztása, meg tényleg az ilyen folyamatos motorozás az én erősségem. A crosszal küzdöttünk egy hosszú időn keresztül az Olival, és nem igazán találtam meg az egyensúlyt rajta. És ezzel az enduróval az elég jól el tudtam közlekedni, és az eredmények annyira nem voltak rosszak, hogy kelljen váltáson gondolkozzak. Már most vettem egy Kawasakit is, mert mondják azt az okosok, hogy ha ugye nem megy a dugás, nem biztos, hogy az ágyat kell kicserélni, azért csak kipróbáltam, milyen az, hogyha ez is. Szóval most így lesz egy kis összehasonlítás alapon. Azzal is mentem most egy kicsit az 500-asra, és most ez az új meg tényleg számomra is egy ilyen talány, hogy milyen lesz. Tök jó. Szerintem menj most egy pár gyakorlókört, szokjatok össze vele, akkor utána megmondod, hogy hova álljunk, csinálunk pár jó felvételt, és aztán elmondod, hogy milyen az új vázas KTM cross motor. Ricsi, menni fog vagy téged is kérdezhetlek, hogy menni fogsz az EX-ékkel is, azokat is kipróbálod? Akkor kipróbálom azokat is, mert azért pár évet enduroztam is meg, ugye extrém enduróban is volt egy pár jó eredményem, tehát is így kíváncsi vagyok én mindenre. Igen, hát, na jó. Jó. Meglátjuk. Oké, na csapjunk be. Akkor motorozz. Akkor hajrá. Thank you.
Na ez volt Gábornak az első köre, nem ment már ugye extrém pályán valami, nem tudom hány éve, úgyhogy most még egy kicsit szokja, hopp, meg volt a gumi is. Na nézzük akkor, hogy na, próbálkozások mennek, nagyon jól megy a Gábor, látszik, hogy itt hatékony motorozásról van szó. Az a véleményem, hogy teljesen nem lehet elfelejteni, de az extrém enduro soha nem volt a szívem csücske, mert ilyen motorgyilkos, meg embergyilkosnak tartottam. Tehát amikor itt ezt az extrém enduro VB-t néztem, úgy örült, hogy nem kell induljak, tehát konkrétan. Tehát ne, az nem hiányzik ezt semmilyen szinten? Nem. Tehát az első pár ilyen bajnokságot azt én nyertem itt Magyarországon, mert... Emlékszem, az egyiken én is indultam. Jó pár kört kaptam tőled, Ajkarendeken volt az, az volt első. Az első, legelső, így igen. Van. És igazából ott az összes többi motoros szerintem csak alibizett azon a pályán, mert senki nem gyakorolt ilyeneket, te meg a crossos múltaddal szerintem végigúráltad az egészet, körülbelül úgy tűnt, hogy... Hát azért küzdöttem az életemért, tehát ez így ez meg volt, mert... De előtte te gyakoroltad azokat a technikai elemeket, vagy csak úgy fogtad, ráálltál, azt akkor hagyszoljon? Hát előtte mondták, hogy lesznek ilyen nagy gumik, és hogy volt kint egy hatalmas ekkora traktorgumi Sóskúton, és akkor azon mentem keresztbe Kassulát, hogy mégis hogy néz ki egyáltalán, én soha nem mentem ilyenet, tehát körülbelül ennyi volt a felkészülés. És így édesapám meg eljött erre a versenyre velem, és akkor már ugye a crossos rész abba hagytam, utána enduroztam, meg nem is tudom, mit csináltam. És ugye elkísért, és így megnézte a pályát, és mondta, fiam, mehetünk haza nyugodtan. Tehát ő nem fog rám szólni emiatt, és ha van a fia, ilyen messze eljöttünk, akkor menjünk rajta. És indultál te is Piliscsében is, ha jól emlékszem? Jó. Ott például majdnem minden körbe egy profi szájra esett ott a gumik, amik össze voltak fogva, ti ugye megugrattátok. Én is közte voltam. És te is ott volt, hogy... Igazából az egy borzalmas pálya volt. Szerintem az a legrosszabb extrém enduro pálya, ami létezik, az nagyon nehéz. Az szörnyű, tehát az nem is az volt, hanem ugye egy domboldalba voltak leásva ezek a gumik, és a gumik másik oldalán voltak fektetett gumik, ezek az állítottak meg el voltak dőlve és puhák voltak. És egyszerűen ha gázhúzott az ember, lecsúszott a hátul, akkor elvesztette az egyensúlyt, és amikor átért a gumin, akkor átdőlt a lefelébe. És hát ott röhögtem, mert tényleg annyiszor estem el, hogy lehetett hallani, egy ilyen videó föl volt rakva, hogy nem hiszem, hogy lehetek ilyen balfasz. És így a fater, ahogy mondja a végén, ő skin volt, hogy ja, azt számoltam, hogy ha minden körbe elesek, akkor nem nyersz, ha csak minden másodikban, akkor megvan. És mégis minden másodikban estem csak el, és meg lehet. Mégis meg lehet be. Szóval, hogy tetszett a 450-es? Nekem borzalmasan tetszik tényleg, tehát így az egyensúlyával elégedett, főleg az elejében keményebb rúgó van. Még lehetne kettővel keményebb rúgó az elejében, mert amikor neki megyek az elugróknak, akkor képes összekoppanni az elugrás pillanatában az elej. A leérkezést azt megfogja, csak valószínűleg a lassú irányváltásnál túlrugózza magát, az meg a rugó keménységnek a... Tehát azt nem lehet a kompressziós csillapítással kiszedni, mert az egy tartós erőhatás. Még hozzászólnak, hogy itt van három fajta beállítás ennél a széria teleszkópnál, ez pont a közepe, még lehetne versenyre tenni, tudod, és akkor szerintem keményedne és javulna. Ez a rúgó erőfeszítés itt, nem? Ez a nagy? Az igen, még azt is lehetne rátenni például. Igen, az egyensúlya jól tett bekanyarodni, de miatt azt nem bántanám. Én azt gondolom, hogy vagy a lassú csillapításon kéne, ugye nekem másfajta erősöteróval a zenyembe. Hát az nem tud összekoppanni. Tehát cserébe páraszt is. Ez viszont, jó, persze megizzadtam ezen, de a crossplan... Működik? Semmel. Főleg, aki az enduroval szeret crossozni, annak meg pláne. De az én enduro azon borzalmasan kemény, hogy arra rájúlsz, elsírod magad. Jó, hát én nem tudtam, hogy elugrás közben is összeszokott koppanni, de előtte hallottam. Hát, ez számunkra újdonság. Ez számunkra egy teljesen új dolog. Meg gondoltam, hogy jó, leugrásnál összekoppan, de hogy elugrásnál összekoppan, jó, hello. Amikor nagy tempó a megérkezelés, a nagy irányváltás miatt. Értem, amit mondasz, de nem hiszem, hogy ez nekem először fordulni. A motorja meg
kényelmesen búrott, tehát lehet vele szerintem menni. Tehát én erősebbnek érzem, mint a régi 450-est, meg ilyen kis kezelhető barátságos volt. Amúgy azt én is aláírom, hogy ahhoz képest, hogy 450-es, én durvábbra számítottam. Jó, én ráadásul az egyes mappal megyek, vagy a kettessel pontosabban, ami a lightosabb, te pedig az egyessel, de hát nyilván teljesen de, más, amihez szokva vagyunk. Olyan, hogy lehet éveket motorozni vele, mert azért annyira nem indul el, mint egy 500-as, ami lehet ilyen olyan kívül, olyan program van, hogy na, most nagyon most kíváncsi leszek, hogy a crossra... Ez motorilag sokkal jobb lesz, keményebb lesz a rugózása, de majd mondok tovább. Hát nézzük akkor. A 450-es SX teszttel, szerintem így látványra ebben sokkal keményebbet mentél, vagy legalábbis keményebben szól a motor, lehet, hogy csak ez okozza, hogy érzed? Az én utolsó crossomhoz az képest érezhető, hogy egy jóval fordulékonyabb, meg kezesebb motor csináltak, a motorja az így szériában is elég jó, tényleg, tehát abszolút nem éreztem gyengének, így tényleg kívánta is, hogy így dinamikusabban motorozzak vele, mint mondjuk az enduróban nincs ehhez képest erő, tehát ott muszáj is az ívekkel menni. Szerintem ezen a pályán nem gyorsabb ezzel menni, mint azzal. Tehát, hogy most, és ez még lehet, hogy kevésbé fáraszt? Kiméri a hátadat legalábbis? Kiméri a hátamat, mivel kevésbé rángat, ezért valószínűleg kevésbé is fáraszt, viszont hogyha ott elkezd az ember már így gyorsanban menni, akkor már képes az is túrugózni magát. Ha túrugózza magát egy motor, akkor meg már az ilyen ezeknek a kimozgása az túl sok testerőt vesz ki, és akkor viszont az azért kezd el fárasztani. Aha. Tehát valahogy ezt mindig igyekezni kell erre az egyensúlyra törekedni, hogy ne legyen túl kemény, se túl puha, mert mindig ez ilyen aranyköz útban volt, nem érdekelt így. Aha. Minden tekintetben. Ja, akkor úgy tűnik, hogy neked az ideális motor a jövő évi EXC lesz, ami megkapja ezt a blokkot, viszont hát vázban nem tudjuk, hogy marad-e az a váz. Hát, ez jó kérdés, fene tudja. Ez most így egészen barátságos volt. Na. Mondjuk az tényleg egy érdekes összehasonlítás, nem, hogy megmérni, hogy mi az időbeli különbség így a cross meg enduro között, mert én szerintem nincs. Tehát, úgy, hogy annak erő, hogy ez egy gyengébb motor. Igen, tehát így az, hogy jobban elindul, az sokat számít, viszont a kanyarokban a tempómat érzem, hogy azzal jobb. És aha. Így... Még annak a másik az, hogy annak egy enduro gumia van, ennek rossz, azért uh-huh. Ezen a talajon az is számít. Meg ez himbás, ugye? Az meg PDS-es, amit ugye te jobban szeretsz, a PDS-t. Igen. Most Gábor mondta, hogy nézzük meg, hogy vajon
mik a különbségek az EX és az SX között időben, úgyhogy mindegyikkel megy két kört igazából, ez már ugye a második köre az SX-el, az EX-ével már ment. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a különbség a két motor között, mennyit tud hozni egy SX-el az EX-hez képest, ha egyáltalán tud vele hozni, lehet, hogy EX-ével megy jobban. Na Bence, mik az eredmények? Hát most az EX-ével ment 54.7, illetve 54.6-ot, most a SX-nek az első köre volt 54.25, tehát hogy 3/10-del jobb. Tehát szinte ugyanazt az időt? Szinte ugyanazt. Eleve körönként szinte teljesen ugyanazt a kört viszi. Igen. És ráadásul mindegy neki, hogy az SX-el vagy az EX-el. Jó, csak mondjuk 3/10, mondjuk 10 kör vagy 20 körön azért már különbség. Ja, nézzük meg, kíváncsiak a következő mennyien lesz. Megvannak a köridők, egy picit az első körben az SX-el jobbat mentél, mint az EX-ével, a második köröd viszont 3 másodperccel, vagy? 1,2 másodperccel. 1,2 másodperccel több lett. Amúgy eszméletlenül ugyanolyanok voltak. Az első három köröd, most a motortól eltekintve, azok ilyen tizedre ugyanannyik voltak, itt a negyediknél volt egy kis csúszás benne. Mi volt? Igen, gondoltam is, hogy ezzel sokkal dinamikusabban lehet motorozni, hiszen itt inkább jobbak az ívek, mint hogy egyenesen lehessen menni, ez meg egyenesen jobban szeret menni. Ha? Kanyar tempón biztosan jobb ugye az EX-ével, ezt így éreztem is, és ebből kifolyólag sokkal jobban ráz. Van egy ilyen kritikus kanyar, ahol most azért hibáztam az utolsóba, ilyen sáros visszafordító, és ott egy szerintem egy fél másodpercet biztos ott hagytam, de inkább az volt, hogy elfáradtam. Hát eleve szóval ugye a... Másikkal nem, ezzel meg igen. Tehát valószínűleg ezért is mondtam azt, hogy az a váz ezzel a motorral zseniális lenne, és egy picit lehetne ugye keményíteni a futóművel. Amúgy ennek is ugye széria futóművel van egy picivel keményebb erejével, meg az én súlyomhoz való rugóval, de azért az csak egy enduro setting, ami sokkal inkább megbocsájtó, legalábbis a kondíció, meg az ilyen gödröket nézve. Ó, hát akkor hát ilyen egy profi, aki ugye az enduro, illetve motocross és bármilyenféle motoros sportágra, ha vetítjük, komoly eredményekkel rendelkezik, azért egy csomó olyan dolgot észrevesz egy motoron, amit mi átlag felhasználók egyáltalán nem veszünk észre, úgyhogy nagyon köszi, hogy jöttél. Örültünk. Hát ehhez már nem sokat tudnák hozzáfűzni, annyit mondanák, hogy ezeket a enduróval ezt a Stefan Everts fejlesztette ki, aki egy 10-szeres világbajnok motocrossba. Én azt hiszem, hogy azért érzi a Gábor, meg te is talán jobbnak, mint a cross motort. 450-es tapasztalt pilótáknak, 250-es kezdőknek, van még közötte a 350-es, ami talán a legjobb ilyen endurózásra a 4 üteművel. A legközelebbi tesztünk egy összehasonlító teszt lesz 350-es versus 450-es. Én remélem, hogy a Gábor is itt lesz velünk, és akkor beleszáll a tesztbe, és azt hiszem, hogy a helyszín az marad ugyanitt. Én azt mondom, hogy örülök, hogy velünk voltatok, és hát bízok benne, hogy legközelebb is velünk tartatok. Én várom a legközelebbi és a legújabb videót. Sziasztok, itt OKR Motor, Grillmeier Gábor és Ati és Ricsi. Ciao. Sziasztok! Sziasztok!